A kaland fő célja a közösségépítés mellett a hazai veterános élet, illetve a retro életérzéshez kapcsolódó programok, helyszínek bemutatása, cikkeken, fotóriportokon keresztül. Próbáljuk az országot bejárni, próbálunk olyan helyekre elmenni, ami később az olvasóink számára is jó lehet és tetszhető lehet. Tulajdonképpen kiskörös az Oldkár Múzeum miatt volt nagy szerepe, illetve szeretnénk mi is az olvasóinak megmutatni, hogy van ilyen is Magyarországon, ezért jött a kiskörő. A két éve működő retrovasak.hu tavaly Trabant kalandot hirdetett, az akkori siker és hihetetlen érdeklődés pedig folytatásra ösztönözte a szereplőket. Nosztalgikus érzést szeretnénk, tehát a 80-as évekbeli szocialista nosztalgikus érzését szeretnénk egy kicsit visszahozni, illetve akik akkor voltak gyerekek, mint én is, nagyon-nagyon élvezem, és ezt látom a többi embertársamon is, hogy ez mosolyognak egy ladára, mosolyognak egy trabantra. Tehát szeretnénk egy nagyon jó közösséget, egy nagyon jó csapatot. A ladakalandot komoly kampány előzte meg és övezi. Az egyes állomásokon ennek megfelelően sok érdeklődőt vonz. 9 hónapig tartott közel a ladakaland felvezetése. Ha most mondhatok egy számot, közel 100 000-en olvasták az ehhez kapcsolódó cikkeket. Tehát ez szerintem jól mutatja, hogy a retro mennyire ível fölfele. Mondhatnám, hogy ezt a hullámot próbáljuk meglovagolni, de igazából mi is nagyon élvezzük ezt az egész túrát. Tehát egyrészt ugye divatba is jött újból a retro, ami szerintem egy nagyon jó dolog. Másrészt meg mi is élvezzük, hogy ilyen autókkal járhatjuk körbe az országot. A retroautók szerelmesei természetesen már tervezik a következő kalandokat is, ahogy Kiskörösön is elindult a Kecskeméti Kereszt nevével fémjelzett, és a születi napokon már hagyományos kísérő programként szereplő veterán jármű randi szervezése. Nagyon sokan keresnek, már így előre is, aminek nagyon örülök. Sőt, olyanok is hívnak, hogy ők idén is szeretnének eljönni, mert nagyon jól érezték magukat. És igaz, hogy még nem veterán, nem 30 éves az autójuk, de örültek, hogy tavaly is velünk lehettek. A ladások ezekben a napokban a Balaton partján kalandoznak, majd átkelve a Dunán Észak- és Kelet-Magyarország kerül sorra. A túra július 9-én Hajdúböszörményben zárul.